Nagy tisztelettel köszöntjük a sajtó munkatársait az OTP Bankliga 22. fordulóját követő DVTK Fehérvár FC mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, és nézzük, hogy a vendégek vezető edzője Bartosz Zselák hogyan látta a mai találkozót. Parancsolj! Yeah, first of all, I have to congratulate our opponent for their victory. It was a game that the feeling straight after the game is that I would really love to have to play this game 11v11. I think that we would have a quite good chance for a different outcome of this game. But this is football, things happen. I don't have any criticism towards the referees in this situation. It's a red card, but I think until that red card we showed that we are a good team. We executed the game plan well, and I was really excited to see how the rest of the game would look like with the 11v11, but it didn't. That's my summarize, and I wait for your questions. Mindenekelőtt gratulálok az ellenfelünknek a győzelemhez. A meccs utáni első érzése az embernek az, hogy nagyon szívesen újra játszaná ezt a mérkőzést 11-11 ellen. Azt gondolom, hogy emberhátrány nélkül jó esélyünk lenne, vagy lett volna más kimenetel eléréséhez. De ilyen a labdarúgás, történnek ilyen dolgok, nem szeretném kritizálni a játékvezetőt a piros lap miatt, de azt gondolom, hogy a kiállításig jól teljesítettük a mérkőzés tervünket, és érdekes lett volna látni, hogy hogyan folytattuk volna 11-11 ellen. Ez a rövid értékelésem, most pedig várom a kérdéseiket. Jutok. Bodnár Zolán vagyok, Nemzeti Sporttól. Annak ellenére, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerültek, hogy gyors kiállítás és öngól, volt-e utána olyan része a mérkőzésnek, amikor őszintén hitt benne, hogy itt lehet azért pontot szerezni? So definitely, I think I'm very proud of the players because we have a very positive mindset in halftime that we think that we can come back into this game. And I think in the second half we started to have the ball a little bit more. We created some semi-good chances, so it means that we entered the last third of the pitch good. Maybe we didn't have the quality in the last pass, but we tried everything. You know, we put on more strikers, and so in the middle of the second half, I felt that we can even, you know, if we just get one goal, maybe we can get even 3 points with us. So it feels a little bit tough that it slips away and that they score 2-0, 3-0 and 4-0 is a little bit too much. But I think that's connected to the mentality of the players that it's for us, it's not about if we lose with 2-0, 3-0. We want to go forward. We want to go forward and we want to chase our goals. So the goals in the back is a consequence of our attacking mindset, I would say. Igen, mindenképpen büszke vagyok a játékosaimra, arra, hogy amilyen pozitív hozzáállással érkeztek az öltözőbe a félidőben is, hogy vissza akarunk jönni a mérkőzésbe, és hogy kimentünk a másik félidőre, többet tudtuk már birtokolni a labdát, azt gondolom, hogy ilyen közép-jónak nevezhető helyzeteink voltak is, eljutottunk a pálya utolsó harmadába, sajnos az utolsó passzok hiányoztak, de mindent megpróbáltunk a pályán, becseréltem csatárokat is, így ugye 1-0 után rossz volt látni, amikor megszületett a másik gól, és egy kicsit elúszott a meccs 3-0, 4-0, ami már természetesen túl sok, de azt gondolom, hogy ez a mentalitásunkból fakad, menni akartunk előre, üldöztük a gólt, és nem arra koncentráltunk, hogy ha veszítünk, akkor milyen gólarányban fogunk veszíteni. Ennek a támadó szellemnek a következménye volt az, hogy hátul a végén gólokat kaptunk, további gólokat kaptunk. Akkor én még annyit kérdeznék, hogy bizonyára emlékszik az őszi mérkőzésre a Diósgyőr ellen, amikor önök nyertek 4-0-ra, és akkor két játékost a Diósgyőrből állítottak ki, hogy bevillant esetleg azt, hogy ez most majdnem pont fordítva történne, majdnem meg volt a két kiállítás itt is. Serafimov ugye visszavonták, de hogy mintha tükörképe lett volna az a mérkőzés ennek.
I didn't think about that fact, but you know, decisions against you evens out in the long run. It's of course we have had games there where the other teams have had red cards, and now it was our time to have a red card against us. But you know, red card here and there, it doesn't matter. It what matters is like how your team looks like when you get things against you. And once again, you know, we the players out here, you know, in the dressing room, in the halftime, they have a positive mentality. They work hard. They really believe that we can come back in this game. So even if I'm devastated about this loss, but I feel very proud to be the part of this club with great away support here today, players that fights. I mean, there's positive things going on in our club at the moment, and we just need to move on to the next game, and that's, you know, we don't look back too much in history. Thanks. Nem gondolkoztam ezen a tényen, de azt gondolom, hogy a döntések hosszú távon kiegyenlítődnek, ugye az őszi mérkőzésen ők kaptak piros lapot, most mi kaptunk, de azt gondolom, hogy nem a piros lapokról kell beszélni, hanem amikor az egy fontos tényező, amikor a dolgok ellened dolgoznak, akkor hogyan tudsz el reagálni. Nekem mindenképpen pozitív azt látni, hogy a játékosok milyen hozzáállással játszanak a pályán, hogy hisznek abban, hogy tudunk változtatni adott esetben a meccsképén. Természetesen az eredmény miatt csalódott vagyok, de arra mindenképp büszke vagyok, ahogy amilyen hozzáállást látok a játékosoktól, az, hogy ma is milyen nagy számban és milyen jó szurkolást kaptunk a szurkolóinktól, akik eljöttek ide. Tehát ezekre a dolgokra a klubban mindenképp büszke lehetek, és mennünk kell tovább a következő mérkőzésre most. Köszönjük. Pusztai Vila vagyok az NSO TV-től. Azt milyen volt látni, hogy éppen Szabó Levi lőtt a Fehérvárnak két gólt, akivel nem is olyan régen még együtt dolgoztak, és hát kölcsönben van itt a DVTK-nál. Köszönöm. Yeah, I didn't think of it. I didn't think of it that he scored two. I mean, it doesn't matter who from the opponent scores two goals. The only thing I can say that me and Levi had a great relationship. We have been together through bad times, better times. It's a good man, good personality. I wish him all the best in his future career. And that's it. Nem gondoltam erre, vagy nem gondolkoztam ezen. Nem az a lényeg, hogy ki szerez két gólt az ellenfélből. Amit ezzel kapcsolatban el tudok mondani, hogy nekem jó kapcsolatom volt Levivel, megértünk együtt rossz és jó időszakokat is, és mindenképp egy remek ember. Mindenképpen sok sikert kívánok neki a folytatásra. Köszönjük, van-e még kérdés esetleg? Úgy láttam, hogy nincsen, akkor köszönjük szépen a részvételt. Nagy szeretettel köszönjük még egyszer a sajtómunkatársait, kvázi a mai sajtótájékoztatónk második fél idejében, hogyha úgy tetszik. És Vladimir Adekovicsot is köszönjük Diózsőrben újra, és egy győzelemmel sikerül bemutatkozni, azt külön gratulálunk, hogy a láttad a mai találkozót. We started first 10 minutes a little bit without confidence. Maybe this is the normal when the new staff is coming and players they wanted to show everything. And in that moment, okay, we had the control of the game from the defense, but with ball we were a little bit slow. After that we started to play better and to control the game, and we spoke about that we don't have the when we don't have the ball, we don't need panic, we need to be organized and to wait for our moments and to wait for situation that we are going in transition. After red card you saw everything, and I think we played very smart game. Az első 10 percben önbizalom nélkül játszottunk, illetve kevés önbizalommal játszottunk, ami igazából nem meglepő, hiszen olyan változások történtek, egy új kezdetkor ez ilyen előfordul. A védekezés nagyjából rendben volt, de nagyon igazából a gond azzal volt, hogy lassan játszottunk. Azt beszéltük ebben az időszakban, hogy amikor nincsen nálunk a labda, akkor sem kell pánikolni, hanem nyugodtan járassuk a labdát. A piros lap az nyilvánvalóan sokat befolyásolt ezen a mérkőzésen, és utána szépen lehoztuk a találkozót. Köszönjük, és várjuk akkor a sajtókérdéseit, parancsolja.
Vladó említette a piros lapot, és akkor én is ezzel kezdeném, hogy nyilván ez nagyon befolyásolta a mérkőzést, azonnal borult a Videoton meccs terve, de ez a 4-0 ez nem csak a piros lapnak köszönhető, hogy edző úr szerint minek még? It was also it was about the energy what we had in last 7 days because I'm very proud of players. They had perfect focus during the training sessions and also during the meetings. And okay, now everything is fresh. We will make analysis, but I think I'm very close to be maximum satisfied because of. How they put it their organization on the pitch, and after that you see during the match we had the moment that we weren't with the ball, we were in some zones but with one player more, and this is the key of the game. We didn't lose ourselves on the pitch and we controlling the everything, wait for moment and we finish the game. And I am proud of that because we played chess, you know, on the game, and they were very, very smart. Nem csak ezen a mérkőzésnek köszönhető az, hogy sikerült 4-0-ra nyerni, hanem a felkészülésnek is, és az elmúlt 7 napban rengeteg energiát tettünk bele abba, hogy megnyerjük a meccset. Büszke vagyok arra, hogy a felkészülés során végig koncentrált volt az egész csapat, és itt nem csak az edzéseket kell érteni, hanem akár a videózásokat, vagy a csapat megbeszéléseket is. Úgyhogy igazából úgy értékelem, hogy majdnem, hogy teljesen elégedett lehetek az itt látottakkal, mert amikor többen voltunk, akkor labda birtokában mivel egyel többen voltunk, bizonyos szónákban létszámfölényt tudtunk kialakítani, és igazából ez egy sakjátszma volt innentől kezdve, ahol szépen okosan kellett játszani, és így játszottunk, ennek az okos játéknak köszönhető a győzelem. Ugye Vladó említette a beharangozóban is, hogy az idő rövidsége miatt nem lehetett nagyon belenyúlni a csapatjátékába, hanem óvatosan kellett változásokat eszközölni, vagy életbe léptetni, és mik voltak azok végül is, amiket most esetleg visszalátott már azokban, amiket elkezdtek gyakorolni? I will be honest. During our 7 days, we tried to solve the problem that when Dierger has the ball and we lose the ball, team had a lot of counter-attacks against us and a lot of offensive transition without controlling the ball possession. And we tried to solve it as a first problem and during the match we did it. We did it, and when we are in finishing, we must think not only how we will do in the box. We must finish who is front of us, our defense lines, it means, and how we will control when we lose the ball, and we will work forward defense, take second action, and controlling the game. We did it. We did it today in a lot of times. Maybe in last 10 minutes we had. 2-3 situation that we got counter-attacks, but okay, in football this is the normal. Őszinte leszek, a elmúlt 7 napban igazából azt a részét próbáltuk rendbe tenni a játéknak, amit az előző időszakban problémaként láttunk, és hogy ne levegővel beszéljek, hanem konkrétumot is mondjak, labdabirtoklás esetén rengetegszer veszített a DVTK labdát, amiből az ellenfél kontrát tudott vezetni, illetve gyors átmenetekkel tudott operálni a DVTK ellen, és az eredmény azt mutatja, hogy sikerült is ezt a problémát megoldani. Még inkább elemenve a részletekbe pedig az azt jelenti, hogy támadás befejezés esetén nem csak arra koncentráltunk, hogy hova és kik érkeznek a 16-oson belülre, hanem azt is, hogy a 16-os előterében kik hova helyezkednek, illetve a védelem is hogyan áll fel, hogy egy esetleges labdavesztés esetén megfojtsuk ezt a kontrát. És megint azt mondom, hogy őszintén mondva, az utolsó 10 percben akadtak viszont problémáink ezzel, de hát ez a fáradtság számlájára írható, akkor már a Fehérvár vezetett néhány 2-3 veszélyesebb kontrát, aminek szerencsére nem lett eredménye. Utolsó kérdés, és ez nem is teljesen ehhez a mérkőzéshez kötődik, hanem ugye egy magyar kupa találkozó következik, és
amikor utoljára ott volt a DVTK kispadon Vladó, akkor döntőt játszott a Diózsér, egy valami hasonló célokkal indul majd az ETA ellen is a csapat, az első lépés tulajdonképpen. I hope, yes. It was a great time, very good memories. It was the perfect match, especially you know everything about that, and I would like to be there with this club, with this team. We are going step by step. We spoke about that already after the match now, that we will put this game behind us and to think about what is the next step. And we are very, very close to do it, and we will do our maximum to go there. Remélem, nagyszerű idők voltak azok, jó emlékeket ébreszt bennem, amikor így felidézed ezt a találkozót. Hát mindenki ismeri, hogy mi történt, akkor nagyszerű meccset játszottunk, jól teljesített a csapat, de hát részletekben nem is megy bele, mert hiszen mindenki ismeri. Az a feladat, hogy ma ki kell ünnepelni ezt a győzelmet, utána viszont hátra kell hagyni az eseményeket, hiszen kedden itt a következő kihívás és a keddi mérkőzésre kell koncentrálni. Köszönjük, várjuk a további kérdéseket, amennyiben van. De úgy látom, hogy nincsen. Gratulálunk a győzelemhez, köszönjük szépen!